tanács? 10 plusz egy gondolat kismamáknak, akiknél még csak játékbaba lehet az ölükben, és akik a nagynapra készülnek a kutyusukkal együtt, és akik talán bevetik a játékbabát is, hogy felkészítsék kutyájukat az örökkitartó megváltozásra, az örök új életre, szóval a gyermeki bánásmódra. Ne áltasd magad azzal, hogy kedvenced kutyába se veszi majd a babát, és ne hidd, hogy a baba kutyába se veszi majd a kedvencedet. Tornász kismamaként a kutyáddal, nem jár külön költséggel, és nem vagy időhöz vagy másokhoz kötve, maximum csak a pórászhoz. Szeresd a kis kártevőket, lehet kutya, lehet gyerek, hibázhat, de nem szándékosan. Nem tudod visszahívni kutyádat? Ne hidd, hogy amit gazdiként nem érsz el egy kutyánál, az majd a gyereknél sikerül. Következetesség és határozottság. Évekig gyakoroltad kedvenced mellett, gyermekeddel ezt tökére fejlesztheted. Szóval fejleszt. Csupán a kutya nézi majd el neked, hogy dolgoznak benned a hormonok, és igazi házi sárkány vagy. A félelem a határaidat mutatja meg. Mielőtt gyermeket feszegetné azt, szélesítsd te önmagad határaidat. Minél jobban tilt a szülő, a gazdi, a tiltott gyümölcs kívánása annál nagyobb a másik oldalon. Amire meg lehet tanítani a családtagokat, azokat csupán kényelmi szempontból kár lenne megtiltani. Nincs mitől félned, mindenki tud kutyát és gyereket egyszerre nevelni, amíg nincs kutyája és gyereke egyszerre. Aludj vagy alkos? Ez itt a kérdés. Feleslegesen ne töprengj ezen. Kutya és gyerek mellett mindkettő képtelenség, de csak eleinte. Utolsó jó tanácsom kismamáknak. Csodák léteznek. Csak vedd észre a mindennapok apró változásait.